Köszöntöm Önöket, ez a Kanizsa Café. Heti vendégünk Cseke József, a Városi Vegyeskar karnagya, illetve hát a Batthyány Lajos Gimnázium Virág Benedek Vegyeskarának is a karnagya, és sok-sok siker áll a Városi Vegyeskar háta mögött az előző esztendőből, illetve sok-sok feladat vár rájuk a következő időszakban, éppen ezért őt hívtuk meg a stúdióba vendégként, és engedjék meg, hogy tegeződjek vele a régebbi ismerettségünk okán. Szervusz, köszöntelek itt nálok. Rögtön gratulálok is, 2 évvel ezelőtt beszélgettünk utoljára, akkor is pont az volt az apropó, hogy megjöttetek Riva del Garda-ból egy nemzetközi kórus fesztivál. Akkor is remekül szerepeltetek, és hát most is, mert hogy 2 aranydiplomával és 1 kategória győzelemmel tértetek haza. Még egyszer gratulálok. Mi a különbség az aranydiploma és a kategória győzelem között? Vagy a kategória győzelem hozza az aranydiplomát? Vagy hogy értsük ezt, hogy így is úgy is minősültetek? A versenykírás ezt ragyogóan szabályozza. Ugye, amikor egy kórus elmegy erre a versenyre, akkor eldönti, hogy milyen kategóriákban indul. Mi 2 kategóriában indultunk, az amatőr felnőtt nagyvegyes karok kategória és az egyházzenei kategóriában. És hát van bronz, ezüst és aranyfokozat, mindegyik fokozaton belül 10 lépcsőfok van. Tehát valaki úgy teljesít, akkor kap mondjuk bronz 5-öt, vagy ezüst 2-t, 3-at, 8-at, és így az aranyon belül is van 1-től 10-ig. 2 évvel ezelőtt mind a 2 kategóriában, ugyanezen kategóriákban arany 1 kategóriát értünk el mind a 2-ben, és hát örömmel mondhatom, hogy idén a felnőtt amatőr vegyes karok kategóriában arany 3-ra tudtunk fellépni, és az egyházzenei kategóriában pedig arany 2-re. Na most a kategória győzelem pedig annyit jelent, hogy a legmagasabb pontszámot elért arany diplomás kapja meg a kategória győzelmét. Úgyhogy mi értük el a legmagasabb pontszámot a felnőtt nagyvegyeskari kategóriában, úgyhogy ez jelenti a kategória győzelem. Ez jogosítványt ad arra a versenykírás szerint, hogy az egész versenyt lezáró nagydíjas versenyben is indulhattunk. Tehát ez azt jelenti, hogy 2 nap alatt igazából 3 versenyhelyzetben találtuk magunkat, a 2 kategória versenyhelyzete, illetve az utolsó estét lezáró nagydíjas versenyen is 8 kórus, 8 kategória győztese mérte össze magát. Tehát ez azt jelenti, hogy minden kategória győztese ott megjelent, és 8 percet énekelt. Kitűzött cél volt a kiutazás előtt az eddigi minősítés megvédése, vagy esetleg megfogalmazott bennetek az is, hogy javítatok a minősítésen? Hát egyértelmű volt, hogy megvédeni 2 évvel ezelőtt elért eredményt, tehát a minimum szint az, hogy arany 1-et elérni mindkét kategóriában. Természetesen hát az elmúlt 2 évben jól láttam, hogy azért fejlődött nem is kicsit ez az énekkar, úgyhogy én meg is fogalmaztam, hogy amennyiben tudjuk hozni a jó formánkat, akkor minden esélyünk megvan rá, hogy akár feljebb is tudunk lépni. Hát hála a jó Istennek és az énekkar kitűnő szakmai állapotának, hát feljebb tudtunk lépni mind a 2 kategóriában. Na most a kategória győzelem az már csak hab volt a tortán, hát hatalmas öröm volt számunkra. Ugyanakkor, hát hogy mondjam, szóval ezzel törököt is fogtunk. Mondtam is az énekkarnak, hogy álmodoztunk róla, na most itt van az ölünkbe esett a lehetőség, és hát az aznapi délutánra tervezett szabad program mindjárt borult, hiszen új műveket kellett vinni, úgyhogy azt mindjárt próbáltuk, és hát este 8 órakor kezdődött a Grand Prix, a nagydíjas verseny, ahol mondom 8 kórus lépett föl, mi másodikként léptünk föl, ennek kibondottan örültem, azt szokták mondani, hogy a 4., 5. fellépő kórus után már a zsűri nem nagyon tud figyelni, na mondom, akkor ez így jó, mert ránk még nagyon jól tudnak figyelni. Egyébként dicsérem a zsűrit, mert végig nagy aktivitással és odaadással figyeltek. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy ebben a nagy mezőnyben egyedüli magyar kórusként nem csak Nagykanizsát, hanem Magyarországot is képviseltük. És hát tisztességesen hájtáltunk. Utána beszélgettem a zsűri tagokkal, és azt mondták, hogy nagyon ragyogó, jó állapotban van az énekkar, kitett magáért, nagyon jól interpretáltuk a nagydíjról beszélek most, a 2 művet, illetve hát tényleg csak nüansznyi dolgok döntöttek a 8 kórus között, amit egyébként egy csehországi felnőtt női kar nyert meg, azt gondolom teljes joggal, mert fantasztikus teljesítményt nyújtottak. Nemzetközi volt a zsűri?
Az eredeti kiírásban négy tagú volt a zsűri, két olasz, egy lengyel és egy magyar zsűritag lett volna, viszont a magyar zsűritag úgy hívják, hogy Nemes József, ő a híres debreceni Laudícia kórus családnak a vezető karnagya, nemzetközi szintéren is nagyon elismert karnagya Jóska, és személyes jó ismerősöm egyébként. Ő viszont pont azért nem tudott erre eljönni zsűrizni, mert a kórusával Barcelonában volt egy versenyen. Úgyhogy így aztán a négy tagú zsűriből lett három tagú, két olasz, abból a zsűri elnöke amúgy is az egész fesztiválnak az egyik művészeti vezetője volt, és egy hölgy Lengyelországból. Látok itt még a zsűri mellett más magyar nevet is, meg a fellépők között is, bár ők meg nem a versenyprogramban vettek részt. Tehát azért van kicsit más magyar vonatkozása is ennek a versenynek, túl azon, hogy Nagy Kanizsa városvegyeskara immár második alkalommal is igazán kitűnően szerepelt, de a talán szervezője Horváth Piroska? Igen, ő az egyik főszervező, az egész kitalálója és igazgatója Hollerun Gábor karnagy úr, aki hát tényleg egy nagyon nagy név a szakmában. Más nem mondjak, például minden évben rendez Magyarországon egy ilyen összkari nagy megmozdulás, nagy oratórikus műveket mutatnak be. Aztán például a Budafoki Szimfonikus Zenekarnak is, Dohnányi Zenekarnak is ő a vezető karmestere. Rengeteg nagy megaprodukcióban vesznek részt Budapesten és külföldön is. No, ők valamikor a Musica Mundi versenysorozatnak voltak a Gábor az egyik igazgatója és társszervezője, és ugye 7-8 évvel ezelőtt külön utakat választottak. Megjegyzem, a Virágban egy kórusa 2008-ban még a Musica Mundiban versenytünk Grazban a kórus olimpián, és létrehozták ezt az Interkultur Hungária szervezetet. A szisztéma ugyanaz, mint a Musica Mundiban, a versenyeztetés ugyanaz. Azt gondoltam, hogy ennyire lehetek akár hazafi vagy lokálpatrióta nemzeti szinten, hogy akkor nem a Musica Mundiban versenyzünk, hanem a vele egyenrangú, szakmailag egyenrangú Hollerunkféle versenyszisztémában. Erre a versenyre egész Európából, vagy inkább csak a régióból érkeznek kórusok? Két évvel ezelőtt is és idén is elég nagy szórás volt az európai országok körében. Érdekes módon a skandináv és észak-európai országok nagy szeretettel jönnek ilyenkor, hiszen ilyenkor még nagyon jó idő van. Ez is vonzza őket a szakmai színvonal mellett. De hát voltak lengyel, aztán Holland, Nagy-Britannia, Magyarország, illetve Csehországból kórusok. Azt hiszem összesen az egész fesztivál és verseny fellépői közt az olaszokkal is együtt, mert hát ugye az otthon rendezték, nagyon sok olasz kórus is részt vett, vagy hát több, azt hiszem 20-21 néhány kórus volt, ebből 13 vett részt magán a versenyen, a többi az fesztiválozott. A fesztiválra lehetett jelentkezni úgy is, és így volt ott egy másik magyarországi kórus, hogy a versenyprogramban nem vettek részt, de mégiscsak beleszagoltak egy kicsit a nemzetközi fellépésekbe. Igen, ez a török bálinti vegyeskar volt. Én egy kicsit csodálkoztam is, hogy eljöttek Budapestről nem túl közel, nekünk is 750 kilométer, na most 200-at hozzáadunk, tehát majdnem 1000 kilométer, oda-vissza 2000, és úgymond csak fesztiváloznak, az sem rossz, de hát az ember ennyi pénzt kifizet, már pedig nem kevés pénz egy ilyen nagyobb kórus 45-50 főnek a megmozdítása, akkor azért azt gondolom, hogy mérettesse is meg magát. Én annak idején, mikor átvettem a vegyeskart 2015. októberében, akkor én mondtam is nekik, hogy én úgy vagyok hajlandó külföldre menni, hogyha versenyzünk, megmérettetjük magunkat, akkor van egy cél, van értelme, hogy kimenjünk. Hány napos egy ilyen verseny? Egy ilyen 5 napos volt, 4 éjszakás. És ez alatt 3 versenyfellépésetek volt? Így van, ez a 3 versenyfellépés valójában 2 napra redukálódott. Ugye első nap az odaérkezés, a fesztivál megnyitó, a második nap az a akusztikai próbák, helyszínbejárások, és akkor végül is a harmadik és a negyedik nap az maga a verseny napjai. A harmadik napon versenyeztünk egy Arkóban, az egy külvárosi, vagy majdhogy nem önálló városrésze Riva del Garda-nak egy
egy ottani kaszinóban, egy gyönyörű, szép termében, koncerttermében ott volt a vegyeskari kategória, viszont a Szent József templomban, ami az egésznek a központja, Rivadel Gardában, ott volt az egyházzenei versenyünk negyedik nap. És hát akkor közölték velünk utána, hogy hát megnyertük az előző napi kategóriánkat, úgyhogy jó lesz, ha elkezdünk készülni az esti Grand Prix-re, mert bejutottunk oda. Annak a helyszíne megint más szintén volt? A Szent József templom volt, és rögtön a Grand Prix verseny után egy negyed órás szünet, míg a zsűri döntött, kihirdették a Grand Prix győztest, és hát kezdődött a záró ceremónia, a díjak átadása, és hát valójában az ötödik nap az a hazautazás napja, tehát így jön össze az öt nap. Ha jól értem, akkor azt jelenti, hogy három műsorral kellett készüljetek? Amiből kettőt mindenképpen előadtatok, a harmadik meg, hát vagy igen, vagy nem? Igen, így van. A két kategóriának a konkrét műsorát azt előre el kellett küldenünk, az eredeti kottákat, ahány tagú a zsűri, annyi példányban. Ezt véleményezte a zsűri, hangzóanyagot kellett magunkról küldeni, ami egy évnél nem idősebb. Hát ez nem volt nehéz, mert ugye tavaly pont egy évvel voltunk a Kodály Zoltán magyar kórusversenyen, annak a hanganyagát tudtuk prezentálni, úgyhogy aztán ez alapján döntött a zsűri egyáltalán, hogy fogadnak-e bennünk a versenyre. Nos, tehát nem volt elég a két évvel ezelőtti jó szereplés, hiszen két év egy kórus életében olyan nagy idő, hogy újra ki kell vívni már az indulás jogát is. Igen, a jogot ki kell vívni, hogy egyáltalán indulunk. Tehát van egy ilyen úgymond előzsűrizése a dolognak, hogy azért akárki ne kerüljön be a versenybe. Nos, a kategóriáknál is meg van határozva, hogy mennyi számot énekelhetünk, illetve mennyi az időtartam. A felnőtt vegyes karoknál 12-13 perc, és azt mondják, hogy ha plusz egy percet már túlélsz, akkor pontlevonások vannak. Oda három művet kellett vinni, amelyik megmutatja a kórusnak az arculatát, a repertoárját. Hát oda vittünk egy Kodály Zoltán, Ady Endre, Akik mindig elkésnek című művét, aztán egy olasz romantikus Ave Mariát, Paolo Neia Ave Mariáját énekeltük, illetve Doroci Bárdos Tamás, aki Isten nyugasztalján nem is olyan régen halt meg, másfél hónapja, őnek egy nagyon gyönyörű, szerintem az egyik legszebb magyar népdal átirat, egy háromtételes Járt ki lábunk címmel, egy háromtételes népdal átiratát vittük el, ami egy ilyen fergeteges, gyors harmadik tétellel zárul, úgyhogy... Ezeket magyarul adtátok elő? Természetesen a Kodályt és a harmadik művet magyarul, a Ave Mariáját latinul, így van. Hát nagyon nagy hangulatot csináltunk, szóval utólag belegondolva nem csodálkozom, hogy megnyertük ezt a kategóriát, mert fantasztikusan jól énekelt az énekkar, és hát a közönség is nagyon jól vette ezt az egészet. Szakrális művek között mikor? A szakrális műveknél még az is meg volt határozva, hogy mely korokból kell vinni. Kellett vinni egy reneszánsz korból, Thalys, angol reneszánsz egyik rövid motettáját vittük. Aztán kellett vinni egy barokkot, Willibald Gluck De Profundisát vittük. Kellett vinni egy kortárs művet, Szőnyi Erzsébet Ima Alkonyi harangszóra című művét vittük, és volt egy szabadon választott, oda pedig Bárdos Lajos Popule Meus című grandiózus motettáját vittük, már csak azért is, mert egy volt tanítványom is eljött velem, a kiváló énekes hangú Erdős Ádám, és a mű szólóval kezdődik, és tenor szólóval, és ragyogóan megoldotta Ádám ezt a feladatát. Megható volt, ahogy gyönyörű intonációval, átéléssel ezt a szólót elénekelte. Amúgy egy elég nehéz mű, de jól vettük ezt az akadályt is. Itt is 12-13 perc volt a műsor? Nem, itt 15 perc volt, és hát azért hadd mondjam el, hogy utána persze az ember beszélgettem a zsűrivel, és hát azért ezt elárulták, hogy alig maradtunk le ott is az első helyről, tehát ott is a második helyen végeztünk a muzika szakrában. Itt nem volt követelmény a latin vagy az olasz nyelv, itt is, hogyha magyar szerzeményt vittetek, lehetett magyar a nyelve? Mindent az eredeti nyelven kellett, ahogy a szerző megírta, énekelni. A Szőnyi műnek az az érdekes, tehát az angolt angolul énekeltük, a Gluckot latinul,
a Szőnyi latinul indul, és magyarul folytatódik, nagyon érdekes, nagyon szép műve Szőnyi Erzsébet tanárnőnek, illetve hát a Bárdos, ez megint csak latinul volt. Ez mennyire előny vagy hátrány? Előny abból a szempontból, hogy a már begyakorolt ismert nyelven adjátok elő, viszont lehet hátrány is, hogy a zsűrinél meg olyan érzelmi húrokat nem penget, hiszen nem érti, vagy nála ott volt egy fordítás a szövegről. Hát az az igazság, hogy a zsűri az kompetens ezekben az ügyekben, tehát nemzetközileg elismert szakemberekről van szó. Tehát ismerik a dalszövegét, a művek szövegét. A latin szövegekkel, szakrális szövegekkel egyértelműen tisztában vannak. A Szőnyi műnél esetleg azt el tudom képzelni, hogy Horváth Piroska, aki az egyik főszervező ennek az egésznek, ő esetleg segített a magyar szövegi rész fordításában, de nem kérték tőlünk a Kodálynak sem a fordítását. Megjegyzem, Enrico Miaroma, a zsűri elnöke, nagy tisztelője a magyar kóruskultúrának, például Kodálynak és Bárdosnak is, kimondottan örült, hogy vittünk a két mestertől darabokat, és ő pontosan tudta, hogy miről éneklünk. Köszönöm, holnap folytatjuk a felkészülésre, hogy mennyi felkészülés előzte meg az idei Riva del Garda-i versenyt, ahol, mint az imént hallották, igazán kitűnően szerepelt Nagykanizsa város vegyeskara. Cseke Józsefnek köszönöm, hogy a vendégem egész héten, önök pedig legyenek velünk holnap is. Viszontlátásra! A műsor dekorációját a bíborvirág készítette.